Az Agromas Expo kiállítás minden esztendőben a következő szezon felkészítésének jegyében zajlik. Így van ez ebben az esztendőben is. Ugye nagyon sok gépek látunk, de nagyon sok input anyagot, és hát ti is ezért vagytok itt. És nem véletlenül beszélgetünk emellett a hordó mellett. Mi mindig azt mondjuk, hogy időben fel kell készülni a következő szezonra, nem csak azért, mert a szezon előtti időszakban jobban be lehet vásárolni jobb áron esetleges input anyagokból, míg a szezonhoz közeledve ezeknek az ára többnyire már emelkedik, hanem azért is, mert azt mondjuk, hogy ha a tápanyagot időben kijuttatjuk, például a kízerítre lefordítva, a kízerít megvárja a tavaszt, de a tavaszt nem fogja megvárni a kízerítet. Tehát érdemes időben kitenni a növények alá a tápanyagokat. Ez a hordó különböző hosszúságú dongákkal ellátott, és látjuk, hogy ezen a legrövidebb dongán keresztül elfolyik mondjuk a termés. Ezzel mi azt szerettük volna szemléltetni, hogy ahogy egy növénytől is akkor várhatunk maximális termést, hogyha mindent megadunk neki, a vizet, a tápanyagokat, amire szüksége van, és hogyha valamiből nem kapja meg a számára optimális mennyiséget, ami úgy értve optimális, hogy a többi tápelemhez vagy a többi feltételhez képest relatíve kevesebbet kap, akkor az az egy fogja meghatározni a termését. Tehát itt nem csak arra kell gondolni, hogy kapott-e mindenből, hanem a tápelemeknek az egymáshoz képest meghatározott arányára is figyelni kell. Hogyha magas termésszintet szeretnénk elérni, és növeljük a nitrogén, a foszfor, kálium adagokat, akkor föl kell, hogy emeljük hozzá a magnézium és a kén mennyiségét is. Miért olyan fontos a magnézium és a kén jelenléte a talajban? Nagyon fontos, hiszen a kén az az olajos növényeknél nagyon fontos, a napraforgónál, a repcénél, hiszen ők felelősek az olaj hozamért, a kaszat termésért is. A magnézium pedig minden zöld növénynél fontos, hiszen egyrészt a levélzöldjét adja meg, a fotoszintézis zajlik a levélben, nem akarok idegen szavakat használni, de ott történik a szénhidrátok képzése, ami később elszállítódik a magvakba. És ugye a magvakat súlyra adjuk le, vagy adjuk el, és ez a termést meghatározó tényező is. Nyilván a nitrogén elsődlegesen, de a magnézium abban segít még, hogy a fölvett tápelemeket is, és a megtermelt szénhidrátokat is, az elszállítódjon és eljusson a magvakba. Ez nagyon fontos. A búzánál pedig különösen azért, mert a zászlós levelet tovább tartja zölden, és tudjuk, hogy a zászlós levél minél tovább zöld marad, annál több szénhidrát tud a magvakba elszállítódni, és annál nagyobb termést várhatunk. Többször beszéltünk már erről, de mondjuk el még egyszer, hogy ezek az elemek, amiket ti itt kiállítotok, illetve forgalmaztok, ezek ásványi elemek, tehát nem mesterségesen előállított elemekről beszélünk. Igen, ez egy nagyon lényeges pont, hiszen a magyar nyelvben csak a műtrágya szót használjuk rá, de itt a valóságban ásványi elemekről van szó. Ez nem kell megijedni, nem jelenti azt, hogy többe kerül, ez csak az eredetére utal. Ezek bányászott ásványi sók, ezeket 5-6-700 méter mélyről bányásszák Németországban. Itt ezen a kiállításon most újdonságot is hoztál, hiszen egy kicsit a kommunikációban is változtatsz ettől az évtől kezdve. Így van, hiszen mindenkinek ott lapul a zsebében a mobiltelefon, amivel könnyen juthat, gyorsan juthat információhoz, ezért decembertől elindult a Facebook oldalunk, K+S Hungary néven megtalálhatóak vagyunk a Facebookon, és érdemes bennünket követni, hiszen nagyon hasznos szakmai információkkal, rövid információkkal látjuk el a követőinket, és azt megpróbáljuk egy kicsit lazább hangvételben eljutatni hozzájuk.